Becsületesen élek és dolgozom. A hagyományok szerint fogadalmat tettek az első év folyamos hallgatók. Európa elsőként alapított, legrégebbi rendszeres mezőgazdasági felső oktatási intézményében a 226 éves Georgikonon szerezhetik meg tudásukat. Rekordszámú gólyát köszöntöttek Keszthelyen. Szeptemberben induló képzésekre minden NDG-nél több hallgató nyert felvételt, amit 32%-os növekedés jelentett a tavalyihoz képest. 2023 sok új hallgatót hozott a Georgikonnak is. Örömteli számunkra, hogy az őszi félévi időszakban több mint 400 fő elsőéves hallgató kezdi meg a tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mester és szakirányú továbbképzésben. Hozzátenném, hogy a Georgikonon nem kötöttünk kompromisszumot a létszámjavára. Csépe Valéria, a Magyar Felső Oktatási Akkreditációs Bizottság elnöke hangsúlyozta, egy várossal és a közösséggel összefort kampusz rengeteget tehet a régióért, majd ő is az új hallgatókat biztatta. Oktatás, kutatás, közösség, vagyis harmadik misszió. Mi ennek a hármasságnak vagyunk az őrei, önökért és nem önmagunkért vagyunk. Vegyék komolyan mindazt, amit elértek, és ahová eljutottak, és eljuthatnak. Nagyon szép egy missziót megfogalmazni, de meg is kell valósítani. Ennek minden esélye megvan. Gyémánt és arany okleveleket vettek át a 60, illetve 50 éve diplomázottak. Nevükben Szabó István, jubiláló aranydísz diplomás gazdász, az intézmény emeritus professzora szólalt fel. Kívánom, hogy legyen az itt tanító tisztelt egyetemi oktatóknak lehetősége, ereje, kitartása a tudás átadására. Az egyetemi hallgatóságnak pedig a tanulni vágyás és a tudás befogadása. A Georgikonért és a városért végzett tudományos és kulturális munkát idén is Bakonyi Károly díjjal ismerték el. Dévégyiné Balogh Gyöngyi, a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesületének elnöke, és Szládovics László, a Georgikon pincészet vezetője vette át az elismerést. Idén a jó tanuló, jó sportoló elismerést Püspöki Dániel, osztatlan agrármérnök szakos hallgató érdemelte ki.